Mezei szabadrúgása. Mezei középre. És vezet a Paks! Persze nagy kérdés, hogy az előző sérülés, vagy az előző esemény mennyire zavarhatta meg a DVTK kapusát, aki azért ebben a gólban bizony benne volt. Most már ismétli, már harmadízben a paksiakat erősíti a képen látható csatár. Pap fejelte vissza. Az lövésre jó lehet, bizony! És micsoda gól! 2-0 a paksiaknak! A Paksi edzője a magyar csapat, megint kell a segítség, a gólszerző. A Pap le tudta fejelni, röviden szabadítanak fel, sokat nem látott a kapus. De ennél a szituációnál is, legyünk őszinték, hibázott. Mezei szöglete. Mezei jól jön befelé, a kapus pedig marad a kapujában, ez nagy hiba volt. Szabó János pedig betalál. Álomkezdés a paksiak részéről. Szezonban pedig a harmadik, a Zalaegerszeg és a Kisvárda után a DVTK ellen is eredményes. Ma helyjártuk a Kárpát, hölgyeim és uraim, kell a boldogó neve, segítsenek megint neki. A szép csel. Edon Vonyi mutatja magát, jön is a labda, középütt ketten a csapattársak közül, 11-eshez jut a Diós Győr. Csak ő a kapus és a rúgójátékos lehet ott, és akkor Pozsek Vancás készülődik, és higgadtan a bal alsó sarokba gurítja a labdát, szépít a Diós Győr. Nagyon higgadt, nagyon okos ítélet végrehajtás. Ott van Vaiho, Stefan megcsúszik, és így elindulhatnak a paksiak. Hán viheti a védelemre. Érkeznek a játékos társak közül is többen, még egy elcsúszás, most Bokrostól, Horvát néz föl, Könyves kapja, meg tudja csinálni a cselt, most már ott betömörülnek előtte. Most a lövés, és kellett a védés Szenticstől, szép jelenet. Kemény, de határozott és szabályos belépő, Könyves, szemben a kapussal Könyves, és egy nagyon nagy mentés, de majdnem öngól lesz belőle, és a másik kapusa is megsérül a DVTK-nak. Na ez az igazán komoly helyzet, mert több kapus cseréje nincsen a vendégeknek. Gyönyörű a csel Harasztitól, még mindig nála, ott van Hán is, estében tovább teszi. Hán, gyönyörű a csel megint, és ott a gól! Ahogy visszaveszi jobbal, és ahogy eltekeri ballal. A Paks viszont továbbra is lendületben, Hán. Ez a csel is jó. Ellövi, mellé lövi.